A légierő időjárás előrejelzéshez kapcsolódó igénye hívta életre az önálló katonameteorológiai meteorológiai szakterületet, hangzott el a Egyetem meteorológiai világnapi rendezvényén. Az ágazat képviselői között akad, aki repülőtereken vagy légiforgalmi irányító központokban dolgozik. Különböző szárazföldi műveletekhez, missziós feladatokhoz, illetve különböző fegyverzett technikai rendszerekhez, ahol tudhatók azok a meteorológiai küszöbértékek, amik fontosak az üzemeltetés szempontjából, szolgáltatunk speciális információkat, úgynevezett hatásmátrixokat, amelyben gyakorlatilag leegyszerűsítve a döntéshozók számára adjuk át azokat a meteorológiai, bonyolult meteorológiai adatokat, amivel könnyen utána dönteni tud az adott eszköz bevetéséről, alkalmazásáról. Ez az ábra a 2015-ös nyár középhőmérsékletét mutatja, az ország túlnyomó részén 22 Celsius fok felett alakult az évszak középhőmérséklete. Ez az ábra pedig azt mutatja, hogy a korábban mért úgynevezett meteorológiai normáltól hány fokkal tértek el a tavalyi adatok, a standard időszak méréseit két fokkal haladta meg a 2015-ös nyári átlag. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai is azt mutatják, változáson megy át hazánk éghajlata.